Üdv mindenkinek! Ez itt a Hearthstone, ez pedig egy Control Warrior pakli néhány sárkánnyal. Szeretném külön felhívni a figyelmet őrá. Szia! Hogy vagy? Örülök, hogy itt vagy velünk a pakliban, és én még nem tudom, hogy fogom ezt screenshotolni, hogy minden látszon. Talán így? Legyen így. Ingyen lehet olvasni szerintem. Épp hogy csak, de el lehet. Vagy nem. Kedves leszek és megcsinálom két screenshottal, mert én egy angyal vagyok, tudjátok? Légkondicionáló. Igen, kellemes légkondicionálót kívánok mindenkinek. Már nem forog a nyelvem sem ebben az időben. Hogy mi ez a pakli? Hogy kicsoda pompom? Ez a pakli nemrég volt a Hearthstone Redditen, mint Legend 1 matéria. És nagyjából most mindenki, aki Control Warriorozik, ezt játsza, csak Berungedon nincs mindenhol, és Deathlink helyére beszoktak rakni egy Iserát. De Isera nem vicces, Deathlink meg nagyon, nagyon, nagyon vicces, és én ezért megtartom Deathlinget. Eddig egy meccs volt, amit megnyertem vele. Megnézem mindjárt nektek Trackoboton, hogy hány meccset játszottam ezzel a paklival. Statisztikák, kasztok. Az elmúlt 24 óra elben. Warrior 12 győzelem, 6 vereség, tehát 18 meccset játszottam ezzel a paklival, és ebből eddig nulla, pontosabban egy, az egy alkalommal ma reggel sikerült Deathlinget használnom. Nem, ez nem igaz, kétszer, úgyhogy tévedtem. Deathling ebből a 18 meccsből kétszer jelent meg és csinált valamit, és ez már egy fantasztikus arány szerintem. Nem tudom ti, hogy vagytok vele. Szóval majd meglátjuk, hogy ez az arány a mai streamen növekszik-e. Nem egy rossz pakli. Én sose tanultam meg normálisan az első világbeli problémák Warrior paklinak a használatát, de most már végre azt hiszem kezdek rájönni. Egyszerűen túlzottan úgy játszottam, mint egy aréna pakli. Mindig kiraktam, amit éppen kitudtam, és ennél a paklinál ez ugye pont, hogy nem célszerű. Minden esetre vágjunk bele. Tudjátok, nem is a meleg a legrosszabb, hanem a tömegközlekedés ebben a melegben. Lenne az az izgalmas kérdésem felétek, örülök, hogy Nefarient végül használják valahol. Hát... De Nefarient azért jó, mert a sokadik Big Game Hunter célpont a pakliban önmagában szar. Üdvözlő kalkasz, azt áruljátok el nekem, hogy a játék hangereje megfelelően. Előre is köszönöm. Itt pedig mindjárt kapjátok a kiváló decklistet, csak ugye nekem itt közben fantasztikus szerkesztési feladataim vannak vele. Amik halálos unalmasak. Szóval ez mage, lehet, hogy tempó mage. Itt a hiba, amit én mindig elkövettem, én meg szoktam tartani a Cruel Taskmastert. Pofa Hunter ellen lehet néha indokolt, hogy megöld a 2-1-es, egy mana 2-1-es lapjaikat, de még akkor sem feltétlen. Amit te nagyon szeretnél, mint Warrior, az a lap, az a Fiery Vinex. Tehát a Fiery Vinex az a Warrior Wildcraft-ja. Kis túlzásra. Úgyhogy remélem ez egy tempó, mert is kidob mindjárt egy izét. Hello. Hello. Hogy érzed magad a szép napom? Egy manabörmöt szeretnék látni, az sem rossz, sőt jó. Ami ez már kellemetlenebb. Az izgalmas kérdés a magam számára most az, hogy akarok-e Shield Slam-mel pusztítani. Illetve, hogy gondoljuk át, hogy mi történik akkor, hogyha megérkezik a rohadt Flamewaker. Tehát ha én most Armor Up Coin Shield Slam megölöm ezt, kirakja a Flamewaker-ét, akkor nem tud vele spellezni. Ha én most fogom a Fiery Vinex-et és ezt leütöm, kirakja a Flamewaker-t és egy manás spellekkel tud bohóckodni, viszont az egy manás spell nem tud engem megfagyasztani, és a rákövetkezendő körben tudnék olyat, hogy
hogy Armor of Shield szemmel megölöm őt, ezzel a második Mirror Image-t, és még akkor sem tudok hozzáférni a Flamewake-ről. Szóval summa summarum. Végeredmény nagyjából ugyanez, viszont itt cserébe ez gyorsabb. Egyetlen egy shield block van ugye ebben a pakliban, amit mindjárt látni fogjátok. Az armor sniffek, a shield maidenök meg messze vannak, úgyhogy arra nem igazán fér bele, hogy várjak. Szia Flamewaker, hogy érzed magad a szép napon? Dragon Warrior. Hát igazából egy Control Warrior néhány Dragonnal. Egyszerűen túl sok Dragon, túl szar. És ezért a Dragon Synergy alapok is minimálisra vannak vágva, és van egy, az az egy Blackwing Corruptor. És most jön az, hogy reméljük, hogy nincsen nála. Hogy hívják? Frostbolt. Igen. Magyar nyelv, nagyon szeretlek. Nagyszerű, nincsen nála olcsó Sprout. Se egy, se két vonás, különben tuti, hogy itt használta volna. Ez számomra nagyszerű. Dragon Warrior. Ó, második shield slam. Kiváló. A pakli pedig végre itt van, hogy megszemlélhessétek. Fantasztikus, mit ne mondjak. Saját munkámat egyszerűen kiválónak tartom. Amit nem szeretnék látni, az egy Frostbolt vagy egy Ice Lance a pofámra. Minden mást, szinte minden mást tudok orvosolni. És akkor a Death Bite az mi? Miről beszélünk? A Death Bite egy fegyver. Egy Warrior fegyver. Ó, ez egészen fájdalommentes számomra momentán. Elszállt a stream? Nem, jó. Bocsánat, közben én itt feltartóztathatatlanul gépelek. Szóval azt hiszem, mi azt fogjuk csinálni, hogy Death Bite, te őt megkocogtatod, mert muszáj. Elköszönünk tőle, elköszönünk tőle. Akadásra örülök, nem? Komolyan Dragon Ball W. Igen, komolyan. Örülök, hogy észrevetted a pakli nevét. Tosli. Na, látom, valaki szereti Trump streamjét. Hol van az Executon? Sehol. Ez viszont egy jó lap. És ne legyünk ostobák. Szóval van nála kettő spare part. Tosli szerintem jó vele, Tosli okés. Hideg van. Illetve nem, nincs. Na jó, a fejem most fájni fog. Áú. Mit tudok én ezzel most kezdeni? Például topdeckelhetem a Big Game Hunter-ömet, az egy nagyon e-sportos megoldás. Ezek után méltó befejezése lenne a meccsnek a Fireball, Fireball. Nem fog megtörténni, ez a Big Game Hunter pedig úgy látom iszonyatos value-val fog járni, vagy nem mert megöli egy spell-vel. Wow! Baszott sok lapja van. Nincsen nála fagyó spare part, nincsen nála plusz egy életerő spare part, ez szinte biztos. Mi lehet akkor nála? Kicsit konzervatív lesz, amit itt most csinálok.
de szerintem fontos ez a plusz két pajzs. Alexstrasza nekem nem csinál sokat, nem érzem elég biztonságban magad, hogy őt lealexstrazázzam, bár lehet, hogy ez egy gyors potenciális győzelem lehetne. Hogy se tudja, még egy Arcane Intellect, wow, a világ összes lapját behúztad, most már fogsz is csinálni valamit, ugye? Esports, nézzük, miben nyilvánul meg az esports, a dupla esports, hölgyeim és uraim. Wisp, Wisp! Fog-e használni spelleket egy-egyesekért? Ne felejtjük el, hogy akkor én ugye lapokat fogok húzni az Acolyte of Pain-ekből. Jaj! Júj, ez nekem fáj! Júj! Shield Maiden ultra biztonságos, Nefarion viszont... Jó, ha én most Shield Block, Shield Maiden ezek nem tudok veszíteni. És szerintem az egy elég jó szituáció. És te állj meg egy kicsit egy helyben. Ha az ogra nem buta, az is tök tolerálható, ha az ogra buta, az is. Buta ogre! Wow! Tényleg, secreteket még nem is láttam. Jól van. Spare part. Mi lesz az? Wow, wow, wow. Harrison Jones most érdektelen. Szóval, melyik nagy rondaságot rakjuk ki? Szerintem Nefarient. De előbb húzzunk lapot. Ez nagyszerű lesz a Mirror Entity-hez. Kombo! Frost Nova Iceland. Jó van. Frost Nova nem rossz tempó pakliára. Egyébként. Gondolom az 5-1-esnek egy ping lesz a jutalma. Ó, még egy bazi nagy spell, ami nem az arcomra megy. Én nagyon sajnálom szegény. Tök érthető. Szóval... Kíváncsi vagyok a Counterspell-re. Counterspell vagy Mirror Entity? Ha Mirror Entity, akkor jó van. Ezzel kellett volna kezdenem. Nem baj. Igazából nem, a plusz egy pajzs mondhatjuk, hogy többet ér. Dur Berengedön, baszódj meg! Dur Berengedön, baszódj meg, kapok egy pajzs, hát bukok egy pajzsot nettó. I can wait no longer, baszódj meg Armorsmith. I can wait no longer, baszódj meg Armorsmith. Következő körben Alexstrasza nem tudjuk még megölni. Dr. Balanced Icelands. Dr. Balanced semmi. Na, jó ez. Elhasználtam mindkét tűzgolyóját, egy frostboltot, hanem mindkettőt, arra már nem emlékszem. Ide nekünk Archmage Antonidas kell, az az egyetlen módja, amivel még megverhet minket. Közben mi így gyűjtjük a pajzsot. Ide pedig Berengeden most jó lesz. Nem hozott ki a secretet, akkor vagy nála van egy, vagy ebben a pakliban összesz két Mirror Entity-on és kész.
ami simán lehetséges. Mit akarunk most csinálni? Nem meghalni, az egy jó kezdet lenne. Baron Geddon, de akkor kap belőle is egyet, az mondjuk jó lenne, azt mondjuk jó lenne elkerülni. Várjál, van execute-on. Baron Geddon? De nem akarom, hogy az Armor Smith-on gyilkos legyen. Azt hiszem, az Armor Smith-on gyilkos lesz, kész. Kidobhatjuk Alexstrasát. Nyeeeh. Jó, és pofán vágjuk, leszem. Ha counters fel, akkor az is jó. Jó, jó, gyere, gyere. Ez 7 sebzés, nem fog tudni megölni. Így meg ugye 15 sebzésem van odakint, 13 életereje van, úgyhogy ezzel valamit kezdenie kell. Úgyhogy... Valahogy azt érzem, hogy ezt sokkal jobban is lehetne csinálni, mint ahogy most csinálom. De hát nyerésre állunk, úgyhogy olyan nagy baj nincs. Elfogytak a Mirror Entity-ei, van még össz 6 lap a pakliában, ebből az egyik szinte biztosan Antonidas, nem tudom miért használsz fel. Az egy plusz egy sebző spare part. Köszi, hogy elárultad. Számomra ez egy hasznos információ. Jó tudni. Stealth. Egy-egyes kéket akar, de nem fog kapni. Jó. Most már tényleg legyünk óvatosak, mert a következő körben meg tudjuk ölni így is, úgy is. Ugye Gromash, that's Byth. That's Byth, nem Byth. Légy szíves. Miért hívnak engem telefonon, stream közben, bocsánat. Egy baj van ezzel a Control Warrior-ral, hogy baszott lassú vele játszom. Szerintem a telefonhívás legalább emlékeztetett arra, hogy be kell dugnom az a töltőre. Kérlek szóljatok, hogyha hülye telefonzajokat hallottok a streamen, akkor elviszem máshová. Előre is köszönöm. Szóval sikerült kellő óvatossággal elpusztítani ezt a mage-et. Execute Shield Slam. Nyilván ha ez zoo, akkor elég a Fire Rubinex. Ha ez Handlock, akkor én megtartom a Shield Slam-et, mert akkor Armor Up. És lehet, hogy így fogunk megoldani egy Giant-ot. Ha ez zoo, akkor ez egy elég jó kéz. Meglátjuk, hogy melyik. Ha Handlock, akkor nem vagyunk annyira esélyesek. De vannak ötleteim. Ups. Akarok egy coin armor upolni. Várjál, második kör armor up, semmit nem csinál, harmadik kör armor up, semmit nem csinál,
Negyedik kör Armor-up kirak egy jó esetben egy Giant-et, ötödik kör Armor-up Shield Slam. Ha az egy Twilight Drake lesz, akkor az egy más kérdés. Miért szedted össze ezt a mennyiség aranyat? Ezt légy szíves, ne írd így, mert kiszaladok a világból sírva. Ez annyira nem sok, hát most dobtam ki az ablakon egy ezres nemrég, hogy valakinek a szórakoztatására csinálják egy kalóz paladin. Benne második Sword of Justice-szal, amit aztán ki is vette, úgyhogy nem volt a legjobb vétel. És szerintem rég volt ilyen kevés igazából. Nem fogok arénázni, mert nincs rá időm sajnos. Szerintem ez egy max másfél órás stream lesz. Nincs nála semmi, amit ki tudna rakni. Ugye a live tapelni nem tud, mert túl sokat húzna. Nincs nála Ancient Watcher, ezt már tudjuk. Valószínűleg Twilight Drake sem. Na, most kirak valami. Szívesen látni ki Mountain Giant-ot most. Ritkán mondok ilyet. Na, ez unalmasabb. Előbírunk vele, ha kell. Aaa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 
Mit szólnátok, én azt mondanám, hogy leszarom Acolyte of Pain Crew Taskmaster, és hogyha hellfire-ozik, az semmit, ez senkit nem érdekel. Kapok egy pajzsot, húzok ebből legalább két lapot, ha találok egy sárkányt, tudom aktiválni a Blackwing Corruptort, nem sietek sehová, ez egy fantasztikusan hasznos lap, és passzol. És hogyan szoktam gyűjteni az aranyat? Általában úgy szoktam, egyrészt streamből nem jön le nektek, de ez tök érdektelen. Mortal Coil. De a streamből nem látjátok, de ezért általában én hét fölött szoktam végezni arénában, tehát volt azért voltak épp végtelen az én arénázásom. Másrészt azt szoktam csinálni, hogy 300 összeszedett aranyaként arénázom egyet. És még a szarul is sikerül, akkor ugyanúgy gyűlik az arany mennyisége. Ha jól sikerül, akkor meg isten tudok arénázni megint. És így egész jól lehet gyűjteni. Köszi a slime-ot. Megjegyzem, ez még lehet... mi a neve? Coin Execute? Egy Coin Nefarian, majd. A következő körben. Mert azt mondom, hogy Coin Execute most ugye őt bedobjuk. Ez nem számít semmit. De ha Big Game Hunter ölik, őt nem tudom megölni. De akkor a következő körben tudok Nefarian ölni. Most itt az egész diskurzus arról szól, hogy van az ellenfelemnél Big Game Hunter, és ha igen, mit csinálok vele. Van nála elég lap, hogy valószínűleg legyen, és hogyha van nála Big Game Hunter, arra a Blackwing Technician egész korrekt válasz. Úgyhogy szerintem neki mennie kell. Szóval ilyen szoktam csinálni, hogy mit tudom én, van 500 aranyam, akkor arénázom, lemegyek 450-re, és a következő arénát akkor fogom csinálni, amikor van 900 aranyam. Ízlés szerint ez a 300 lehet mondjuk 200, akkor lassabban nyúlik az embernek, de kevesebb önmegtartóztatási képességről kell tanul bizonyságot tenni. Na már most nem megyünk pofára, a brawl meg ilyenek nélkül, nem is szorulunk rá. Szia Deathwing, hogy vagy? Ez szép napom. Most még azt sem tudom igazából, hogy egyet akarok-e sebezni rajta. Remegy 18-ra, 16-ra. Másképp kérdezem. Nem szükséges. Meg tudjuk ölni ugyanis a következő körben Gromash Shield Slammel, hogyha nem rak fel egy bazi nagy taunt falat, és a bazi nagy taunt fal felrakását paradox módon könnyíti, ha sebzek rajta. Ez az egy valószínűleg nem számít, de a lényeg az, hogy veszélyben érzi magát. Üdv.
hogy veszélyben kellene, hogy érezze magát, és tessék itt egy antik hillbot. Mennyit sebzünk ki? Ugye 10, 17, 18, 23. Ha a boombot kooperatív nyerünk még mindig, ha csak nem tudom. Aha! Jó van. Érzi a fenyegetést, viszont nincs rá megoldása, és ez jó, mert több permanens megoldása. Oké, elfogadom. Továbbra is áll, hogy nyerünk a következő körben, most már 14-et tudunk sebezni kézből. Big Game Hunter, nem gond. Kérdés az, hogy hány talentot tud felrakni, mert mondom még egyszer, Shadowfly. Tizenhetet mondtam? Na, 14-et tudok sebezni kézből. Nincs elég manám a Fire Rivinex-re. Deathwing! Nem. Nem. Nem fogjuk kirakni a Deathwing-et. Kirakunk egy-két olcsó szart. És potenciálisan pofán vágjuk háromra. Vagy csak felkészülünk a lehetőségre, hogy pofán vágjuk háromra. Nem vág itt pofán háromra. Érdekes megoldás. Harrison Jones még jól jöhet, ha ez egy nagyon végletekig menő küzdelem lenne, ami simán lehet még belőle. Ez a Shadow Bolt, ez most tetszik nekem. Vegyük észre, hogy igazából kicsit bajos a pajzs mennyiségünk, mert így nem tudom a Gromash Shield Slam-mel aktiválni. Úgyhogy Cruel Taskmaster-rel nyernénk, ha nem csinálna semmit, de persze fog csinálni dolgokat. Egyébként fantasztikus ez a rengeteg pajzs. Wow. Fancy. Nagyon fancy. Nagyon-nagyon fancy. Ha pofán baszom, várjál, ha pofán baszom Thorisant, Enrage-elem Gromash-t, Soulfire-rel 15 sebzésem van, és én most zokogásba kezdek. Üssük ezt le, hogyha kihozzam Alganiszt, az nem gond. Ő egy Shield Slam áldozata lesz. Ennél jobb módunk nem lesz, azt hiszem arra, hogy ezt megoldjuk. Ha valami kis szar az érdektelen. Erre nem számítottam, el kell, hogy ismerjem. Akkor ez nem Handlock. Akkor ez ilyen hülye Demon Lock. Még mindig van nálam egy Big Game Hunter, ha van valami nagyon nagy rondasága. Gromash plusz Soulfire győzelem továbbra is, ha máshogy nem úgy, hogy Soulfire-t rádobom Gromash-re. Meglátjuk, mit tehetünk, ha... Dr. Wien! Hát haverom, ez így nagyon-nagyon kevés. Tessék, egyél Wellplayed-et. Ugyanis a Gromash Hellscream feleslegesen fancy Gromash Hellscream Soulfire combo, várjál, legyen a lehető legfancy.
Indokolatlan menőzés. Hi! És egyébként tök igazad van, hogyha a pár körrel korábban ütök azzal a gumbottal, akkor korábban meg tudtam volna ölni. Warrior, warrior, a lehetőség hozzám hasonlóan első világbeli problémákkal küzd, 3 napot megtartott, B lehetőség, patronos barom. Igen, tartunk a shield szemre, szerintem igen. A warrior, warrior meccsek mindig nagyon izgalmasan kezdődnek. Egyrészt a tradicionális greetings. Majd utána jön a másik greetings, és most jön az a rész, amit nagyon szoktak szeretni a nézők, amikor mindkét játékos 5-6 armor up-ol egymás után, mert nem akarja kirakni a Fiery Warrex-et a semmire, ahelyett, hogy szerezne +2 életerőt, ez egy Patron Warrior, baszódjon meg, és nem akarja kirakni az Acolyte of Paint, hogy leüssék egy Fiery Warrex-el. Na már most 3 lapot megtartott a kezében, én tartok tőle, hogy neki van Fiery Warrex-e, ezért, ha kirakom az Acolyte of Paint, azt annak tudatában kell tennem, hogy valószínűleg csak 1 lapot húzok belőle. Ez viszont lehet, hogy elfogadható számomra, mivel ha megnézitek, a kezemben lévő lapok, hát hiányosak. Nincsen 6., 7., 8. köröm, nincsen 4. köröm Fiery Warrex Armor Up. Úgyhogy én el tudom ezt fogadni, hogyha ő ezt kinyírja a Fiery Warrex-el. Egyébként ugye húzom 2 lapot. Szükségesnek érzem. Nincs nálam Cruel Taskmaster, nincs nálam semmi, nincs nálam Dead Spy. Coin Dead Spite? He? Ha. Nagyon érdekes. Nem biztos, hogy helyes döntés ez a részéről, hogy hagyja, hogy húzza 2 lapot. Nézzük, mi ez, mielőtt bármit átgondolnánk. Ez alap tök ártalmatlan. Elsősorban a Black and Corruptor-rel kombózva valami, nem tudom, egy... Nyilván nem lesz nála Shredder. De a lényeg az, hogy nem láttam értelmét, hogy most üssek. Ez pedig egy korrekt megoldás. Igazából az lenne fontos, hogy sok-sok-sok-sok pajzsot szerezzünk, amire jelen állás szerint nem áll túl jól a projekt. Harrisont is nagyon szeretném látni valahol. Fiery Warrens. Érdekes. Én a greetings után elveszítettem a fonalat. Mivel jobb itt Nefarian, mint Iseral? Nefarian azért jó ebbe a pakliba, mert annyi Big Game Hunter célpont van, hogy csak egy a sok közül, és igazából a Nefarian több Big Game Hunterik, és utána kijátszott Deathlinget, akkor az semmi baj nincs. Ez lehet butaság. Így mázlin van, ez butaság volt kicsit, amit csináltam, mert hogyha lerakta volna a Farisant, akkor csak ilyen nagyon undorító megvalóásom lett volna, hogy Armor of Shield Slam és beleütök. Így ugye Shield Maiden Shield Slam egy opció. Na jó. Csináljunk is valamit. Wasabi-nek volt? Nem hiszem. Üdvözlik egymás és várnak 30 évet, ez mi a lényege? Igen. Valami ilyesmi. Szóval nagyjából arra van Nefarian, igen, hogy a Big Game Hunter még annál is nagyobb dolgokat ne öljön meg. Deathwing helyére, ha valahova be akarsz szakni Iseraelt, inkább Deathwing helyére érdemes, de hát Deathwing az Deathwing. Ha van egy vállalható pakli, amiben Deathwing játszható, én játszani fogom. Servus Emperor Farisan, baszódj meg!
Ez így önmagában lehet, hogy elveszítette nekünk a meccset. El kell kezdenünk iszonyatos mennyiségű pajzsot, tauntot és egyéb dolgokat gyűjteni, ami egy kellemetlen folyamat lesz. Nagyon szeretném megtalálni Harrison-t, hogy a Death Bite-jának a kombó lehetőségét deaktiváljam. Simán el tudom kérdezni, hogy Death Bite pofán vág, vagy valami... Hát most még nem fog tudni kombózni érdemben. Ez a csipogás nem a sütő volt, elég kondi. Honnan jött a fakti ötlet? Redditről jött. Jaj, mi gondolkodik? Battle Rage egy lap, gyerünk, csináld. Nincs nálunk a Brawl, nincs nálunk Harrison. Deathlinget most még azért kihagynám. Baron Geddon általában ilyen kellemetlen és nem gyakran ideális megoldás Patronnek ellen. Egy Harrison top deckre vágyom. Nem csinálok belőle titkot Wurmwind. Cruel task. A top deck. Akarom ezt execute-olni, semmi értelme. Van értelme kiraknom az új Fiery Winx-et? Nem. A plusz életerő fontosabb. Júj, a szegény! Au, ez a top deck Harrison nekem fáj. Pillanat és visszatérek. Oh, God!
Elnézéseteket kérem ezért a Néva filmért, most már visszatértem. Kedves Patreon Warrior barátunk váratlanul szerzett 18 pajzsot magának igazán kedves tőle. Nem baj, megoldjuk. Mindent megoldom, mit láthatjátok. Egy adag Patreon Warsong kombótól megszabadultunk, a legtöbb lapja most már normál áras, nem figyeltem arra, hogy mennyiből mennyi maradt. Tökre ne találkozni 10 perc név a csend van, nem, szerencsére nem, akkor nem tudom. Oh, szegény. Battle Rage egy lapért. Júj. Nyilván pofára megy, nem nagyon van más választása. Executor. Meg tudok-e most halni? Simán. Mennyit segít, ha alextrazázom magamat? Van okom nem alextrazázni magamat? Van, mert tök ugyanaz, mint hogyha armra polok. Azért nem, hogy kiváló indok. Most meghalok, ideges leszek egy kicsit. Egy Totec Gromassal, ha jól látom, nyertünk volna egyébként. 10-13 plusz Geron. Úgyhogy ha veszítünk, tudom mire fogom fogni. Köszönöm, bombák. Szóval nagyjából ez az utolsó húzás a szerencsétlennek. A valódi Geddon és az Al Geddon néz szembe vele. Meg a kezemben egy Deathwing, aki nagy valószínűséggel nem fog kijátszásra kerülni. Egy tizet kell sebeznie kombóval, ami nem lehetetlen, csak nála kell, hogy legyen a második Warzone Commander. Meg néhány fos. Második Warzone Commander, Green Patron, egy Whirlwind Effect. Nincs nála, izé? Van nála egy brawl? Oké. Hát 50-50, hogy meghal. Egyébként alextrazáztam volna magamat, és már csak egy izéje, egy frothing berserkerje maradt volna, hogy megkeserítse az életemet, ami annyira... Nem biztos, hogy elég már két lappal a kezében. Szerintem, igen, ha a Warsong frothing whirlwind effect nála van, úgyis max 5-öt tud sebezni rajtam. Úgyhogy... És ha érte túl is éli a Green Page venni, azt leütöm a Fire Winex-el, szóval hosszabb távon azt hiszem nyerők voltunk itt így is, úgyis. Jó volt ez. Üdvözlő, Valentin. Kell ennyi üzenetre válaszolni és fontos dolgokkal foglalkozni, amikor én Hearthstone-t akarok streamelni kiváló közönségemnek. Remélem, Zú. Csak azért lett van nálam egy Fire Winex. Jó légkondicionálás mindenkinek, nektek is, igen. Ne gondolkodjál ennyit! Megfőtt az agyad, vagy mi van?
Hiányzik a harmadik, ötödik és hetedik körünk, de a páros körökre megvannak alapjaink. Kis túlzással, mert az handlock nem fogom kirakni a Fire Again X-el. Ez zú. Csodálatos. Hogy hívják az elektromos embert, aki a profilképen? Azt hiszem nem tudjuk, mert ő ilyen titokzatos háttérből irányító vezető emberke. Tehát ő nem a Commander, mert az mi a jön. Az ég szerelmére mi ez a fos? Nekem ezzel most foglalkoznom kéne. Én itt leszek pofán vágni egy Dead Spite-tal majd. Dead Spite, semmi Shield Maiden, Sylvanas, Gromash. Szükséghelyzet esetén pro. De azt gondolok, hogy Deathling helyére egy Pilot Shredder-t beraknék a pakliba egyébként, de nem fogok, mert Deathling az Deathling. Haunted Creeper. Jól van, a Haunted Creeperből származó 1-1-eseket is meg fogjuk tudni jönni a Dead Smite-tal kiváló double lap. Még a 5. körünk továbbra sincs, 6-7-8 már van. Ugye, mivel a Haunted Creeper előbb került kijátszásra, mint a Dead Spite, opció számomra az, hogy leütöm a Haunted Creepert és megölöm a 3-1-1-est. Ha valami olyat rak ki helyette, nyilván azt fogom leütni. Kirak egy Void Caller-t, mit csinálok, ha nem utok semmi jót mellé? Meg akarom azt én most ölni? Lehet, hogy csak a Haunted Creepert ütöm le és armorok. Aztán Sylvanas, akkor viszont Sylvanas és nem Shield Maiden, aztán boom. Ha implosionálni nyilván nincs. Mire? Látszik, nincs valami jó negyedik körs tudsz, amit ki tudna rakni. Valamit létszik. Üdv Yellow Rumble fan. Kiváló felhasználó nevedre természetesen emlékszem. Úgy látszik, tényleg szétfőtt az agya erre meg időben. Csinálj már valamit, az ég álljon meg! Knife Juggler! Bele egyenesen a Dead Spite-ba. Egy Shield Slam-et is elfog, Harry Sun, jó van. Valami, amit ki lehet tenni, és ha van nála Harrison, bocsánat! Sajnálom. Nem feltételezem, hogy egy zoo-ban van Jerexus. Létező kísérlet volt egyébként. Egy Void Caller-rel Jerexus berakod, ha kijátszod a meccs végén, tök jó, ha kihozza a Void Caller és csinálsz egy 4-16-os tankot, szintén tök jó. Be. Sylvanas. Bőven van életerünk, de most szorulunk rá erre a plusz 6-ra a Tharizen. Tharizennel az a baj, hogy egy semmit nem számít, hogy most ezeket leértékelem. Kettő, ha van nála egy Power Overwhelming, akkor ő semmit nem csinált. Viszont Sylvanas fog. A szürke 50 árnyalat a Hearthstone kiadás. Az Ingen Boss és a Kincsvadász szadomazó kapcsolata, ahol nagyon sokat korbácsolnak. Brawl, vagy Leszarom és Dr. Boom? A Leszarom és Dr. Boom most jobbnak tűnik szerintem. Ez 10 sebzés a fejembe, de ha figyelme kívül hagyja Dr. Boomot, az szerintem nagyon jó ötlet számára, és ráadásul akkor ki tudom rakni az Armor Smith-et és a Shield Maiden-t, és helyreállítom életerőmet egész gyorsan. Ha trade-el, akkor meg mindegy. Ezt elolvastad, nem megnézted a szürke 50 árnyalatát? Egy részletet olvastam belőle egy újságcikkhez. Elkeserítően rossz könyv. Vagy meg a helyét egy Belcher Aggrok ellen. Egész jó. A Belcher az ugye Green Patron ellen veszélyes is tud lenni.
És a Control Warriornek igazából nem is az a célja, hogy megállítsa az Agrofaklit, hanem hogy túléljen a meccs végéig, ahol Alexstrasák és egyéb finomságok várják az ellenfelet. Szóval, mit csináljunk most? Nekem tetszik az a Brawl nevű lap. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Ding. Reméljük, a mieink közül nyer valaki. Ne felejtjük, kettő lap van össze kezében. Dr. Vin! Dr. Vin! Dr. Vin diadalmaskodik. Félreértés ne essék, ez undorító. Ó, szervusz! Hogy neked is van. Farisen, vagy izé. Tud kézből tizet sebezni? Tud, de ahhoz azt kell, hogy legyen áll egy Doomguard, egy Power Overwhelming, és a bomba fejbe vágjon. És ráadásul 12-t kell. De érzés, amikor Lord Walker Chode kapsz Shredderbe. Volt egy kiváló meccsem meg Sámánnal, ahol egy Control Warrior ellen Lord Walker Chode kaptam, és nem öltük meg, és kaptam vagy... És nem hülyeségben, tényleg az volt a legjobb húzás, hogy ne öljem meg, és kaptam vagy 8 Shield Slam-et meg, 10 Execute-ot meg, 2... Fifty-fifty! Jól van. Tudjátok, mi esne úgy jól? Mi esett volna úgy jól? Egy kurva Shield Slam. Vagy egy Crew Taskmaster. Ó, hogy mennél a francba. Nem baj, nem rossz ez így sem. Hihihihihihihi. Esports, hölgyeim és uraim! Hatalmas mennyiségű esports! Hol lehet nekem fanartot küldeni? Magyar sátán szokott linkelni DeviantArt és cuccokat, úgyhogy linkeld itt, és aztán a drága közönség majd értékeli. 6 meg 4 az csak 10. Szip szip. Innen nagyjából garantált a győzelmünk, tehát érted, nem sürgős a dolog. Winplosion, sajnos... Most bejött neki az eSports, de most már mindegy. Implosion. Vegyük észre, hogy még mindig nem nyertünk. Mert ez 7. Most már nyertünk. Baboom! Nem tudom, tudok-e olyat, hogy... hogy bedobj linket a chatbe. Nem, a clear az törli a chatet. Twitch chat mod commander. Ha lenne nightbotunk, akkor tudnám engedélyezni küld linket. Twitch chat and moderation commands. Per mode, color, ignore, unignore, me, disconnect, timeout, ban, unban, slow, subscriber, clear, R9K, commercial host, unhost, mode, unmod. Szóval sajnál nem tudok olyat, hogy be tud tenni a linket a chatbe. Szedd szét ügyesen. Üdv ismét, drága magyar sátánom. Jé, új kaszt. Nézzétek már.
job done. What now? Ennyi, ez a frája jelóramból, hogy állandóan eltűnik a stream közben. Elképesztő, elképesztő. Permit név, megpróbálhatom. Unrecognized command shell, nem létezik. Ez egy iszonytatóan lassú, egy Trabant és egy Kisvolszki szerelem gyerekére emlékeztető kezdőkét, szerencsére az övé is szar. Sábán megjegyzem tradicionálisan jó a Warrior ellen. Meglátjuk, hogy ez milyen sámán, feltételezem meg sámán, ahhoz iszonyat lassú. Klasszik midrange sámán, jó a klasszik Warrior ellen. Nekem van egy-két cuki sárkányom, ő meg sámán. Meglátjuk, hogy ez mire lesz jó. Örülnék, ha ez a greetings, greetings, armor of totem, armor of totem, Hearthstone legjava, amit eddig láttunk. Indokoltnak érzem, hogy kidobjam, nincs nálam shield slam, nincs szükség arra, hogy rengeteg pajzsot szerezzek, mert nincsenek olyan nagy lapok ebben a pakliban általában, hogy mondjuk egy mountain giant. Előláthatólag ezt nem tudja csak úgy megölni. Valamit végre kirakok, amire reagálnia kell. Jön majd a Sludge Belcher, de Sludge Belcher, Shield Maiden, nem tudom, Nefarian. Jelen áll szint, ez így ki van rájának talál. Veszek Legendőbe. Azt a rohadt! Wow! Ha ő azt... Mit? Hogy he? Szerintem ő azt gondolta, hogy én egy Patron Warrior vagyok, és akkor ott a Hex annyira nem is jó, és leüti, és akkor itt megszabadul a card draw-tól. Egyrészt ez abszolút téves helyzetértékelés volt a részéről, másrészt szerintem még akkor is túl lesz ezt hexelni. Mikor leszek ebben a szezonban Legend? Vagy leszek-e? Attól függ. Én iszonyatos sok időm játszani most nincs. Még az elmúlt pár hónapban nem is foglalkoztam azzal, hogy Legend legyek. Bohóckodtam Kalóz Brogue-gal, meg ilyenekkel. Kalóz Mage-gel, bocsánat. Shield Maiden vagy Shield Maiden szerintem? Shield Maiden, mit gondoltok? Leütöm a Heal Totemet, mert így a Slime meg fogja tudni jönni az Azure Drake-et. Ez a három sebzés a fejére teljesen érdektelen momentán. És akkor leíti, és akkor megszabadulok tőle, de téves és sok lapnév, meg képesség, meg lépések, meg továbbpróbálás, hashtag még mindig nem értek hozzá. Ez az én paródián próbált lenni, vagy a te harctok képességeid leírása mindkettőhöz egész találom. Örcsok a Sludge Belcher-re, és Hex az Acolyte of Pain-re. Nyilván nem volt nála szerencsétlennél, de... Lightning Storm erre. És még az eSports istenese volt vele, RNGesus, ugyanis ha ez négyet sevez, megöli a kis totem kéjével. Shield Slam, jól van. Itt van nálam két nagy rondaság. Ha ugye nem is tud Fire Elementalozni, amit egyébként nem vettem észre, erre figyelnem kellett volna, hogy most 5 manája van csak. Ugye a Fire Elemental kicsit csúnya lett volna, megeszi mind a két Shield Maiden-t, így ez nem szempont. Még úgyis talán, de arra figyelnem kellett volna a Range Mentségem, hogy ezzel ne foglalkoztam. Mit megrevednék egyszer Legend-en, hogy 6-os rankerek volna? Gyakorolj, játsz. Nézd, hogy jó játékosok hogyan játszanak, próbáld meg eltanulni tőlük, nem lehetetlen. Ha én képes voltam CSGO-ban Silver 3-ról Distinguished Master Guardian-be jutni, akkor minden lehetséges. Gondolj erre.
Tavern most vicces lenne, de megint csak 6 manája van. Ja, majd neki az Tavern Brawl még a streamen kipróbálod, nem mert nekem egy max egy óra múlva valószínűleg korábban el kell indulnom. Előző Tavern Brawl-ról is elfelejtettem egyszer, milyen videót csinál. Mondjuk halálosan unalmas volt ez. Jó van. Aranyos húzás. Kezon Mystic. Ez egy ilyen anti-hunter pakli szeretne lenni, nem sok sikerrel? Lightning Bolt, Rockbiter weapon. Au! Megszerezted a board controlt, haver, ezt el kell ismernem. Nesze. Egy hexet már elhasznált, nyilván lehet nála Big Game Hunter, nincs nála semmi. Júj! Júj! Nekem most van egy izgalmas ötletem, és szerintem ez nektek tetszeni fog. A Sylvanas Ancestral Spirit brutál lenne, de legyünk őszinték, jelen állás szerint nem tudom garantálni, hogy ez meg is marad. Ennél gyorsabban kifizetődő és undorító, amit mi most csinálni fogunk. Kíváncsi, Spyro Global Elite, na minden lehetséges. Hát, most hogy így mondod? Ha ez egy egró sámán a világ legrossz, az mi a mi? Jó, gondolkodjunk, tehát legyünk. Én szeretném a saját Sylvanasom segítségével ellopni valami jóját. A 88-as leüti az Unstable Ghoul-t, Crew Taskmaster megöli a Whirling Zap-o-matic-et, Shield Slam-elem a 3-3-ast, az nem jó, Execute-olom a 3-3-ast, és Shield Slam-elem Sylvanas-t. Viszont ha kirak valami undorítót, mit csinálok vele? Van egy Big Game Hunter-öm, és ha valami alakír jellegű, akkor az meg nincs, nem rendelkezik olyan sok életerővel, problémát okozva. Szóval első lépés. Erre nem is kell az execute, miről beszélek, de kell az execute, mert különben nincsen elegendő manám. Akkor a lavasokat nem. A Crew Taskmastert megtartjuk meg Gromesra, jó, és most már esetleg tevékenykedjünk. Egy. Kettő. Három. Miért gondoltam, hogy van erre elég pajzsom? Yellow Rambo nem gondolkodik. Nem baj, ez se rossz. Akkor elbasztam az execute-ot a semmire. Nem baj, ez sem rossz. Yellow Rambo, légy szíves. Miért? Miért vagy ilyen buta? Buta. Haunted Reaper. Mennyit sebzünk rajta? 12, 20, 25-öt. Az nem 30. Bloodlust! A Bloodlustot nem így akarod használni, drága barátom. Az a rossz hírem van. Dupla Cruel Taskmaster. Butaság volt, amit az előző körben csináltam. Nagyon. És most mit fogok csinálni? Van Deathwing a paklinban, és nála látványosan nincsen semmi, amivel meg tudná ölni a nagy ronda minionjaimat. Szerintem ez most belefér. Tempo... Kromas Hellscream, nem is tudom minek nevezzem ezt. Megvan a Yellow Fanart, ami teljes egészében titkezi Yellow Rambo arcáról való tudásán. Melyiket silencerted, drága barátom? Kromas. Jó. Akkor Sylvan, azt nem tudom. Lofeb! Teljességgel érdektelen. Mit szeretném ellopni ezt a Haunted Creepert? Ebből nem csinálok titkot. Ennek az...
Már attól tartottam lejárt a játék. Ennek az esélyét azzal tudom maximalizálni, hogyha én őt megerőszakolom. És így ez egy kellemes 50-50. Add ide a Haunted Creeper, teszem őt. Köszönöm szépen. Legyünk udvariasak és köszönjük meg neki. Annyira nyugodtnak néz így ki, hogy nincs enrage-elve, nem? Ahelyett, hogy ahelyett így itt csak egy kiabálgat. Én tisztelem ezt az embert, mert Sámánnal próbál játszani 2015 júliusában. Üdv, üdv, Volkor. Sajnálom szegényt, de tisztelem. Ahogy a végtagjukat elvesztett veteránokat sajnálod, de tiszteled. Nagyjából így tekintek őre. Nem fogom megtartani sem Deathwinget, sem Dr. Boomot, se a Shield Maiden, tök mindegy, melyik Warriorról van szó. Értem, hogy a Control Warrior versus Control Warrior lassú, de nem annyira, hogy Deathwinget a kezdőkezetben tartsd. Execute, ne farjad. Fúj! Coin! Mit csinálsz? Gondolom, van nála egy Cruel Taskmaster, különben ennek semmi értelme nincs. Közben meg akartam nektek mutatni, csak elfelejtettem. Igen, ott a Cruel Taskmaster. Örülök, hogy jól gondoltam. Meg akartam nektek mutatni kiváló Hearthstone screenshotomat, ha megtalálom valahol. Közben tegyük úgy, mint aki top deckelt a Fire Evinex-et. Az a feltételezésem, de ez még nem biztos, bár valószínű, hogy ez a Control Warrior. Ezt a Cruel Taskmaster nem is igen van Patreonben. A tény, hogy 10-el több életre van, mint nekem, ebben a meccs helyzetben abszolút érdektelen. Az új Fire Evinex-et ki akarom rakni? Mennyire félek Harrisontól? A negyedik körben nyilván sem ennyire. Mit rak? Ha kirak egy Piloted Shredder-t, ami valószínűtlen, akkor a Black Incorruptorral együtt ez egy egész jó megoldás, első tökéletes nagy valószínűséggel. Az enyém arany színű bibi. Áú! Milyen agresszív itt valaki. Te nem látod át ennek a vérkő, ennek a matchupnak a lass... Tempo Harrison. Tisztában vagyok vele, hogy ez nem egy... Zavarnal húzni ebből két lapot, na. Illetve de annyira nem, hogy random pofán vágjam. De tisztában vagyok vele, hogy egy Death Bite-ot is elvihetnék. De mivel nincsen semmi a 6., 7., 8. és 9. körre, rendkívül fontosnak éreztem, hogy húzzak egy lapot. Miért vált csak hátlapot az ég szerelmére? Miért tennél? Hülye kívánsággal dirtok van majd. Nyilván megöljük. Mivel akarjuk megölni? Shield Slam-mel vagy Execute-tal? Execute-tal. Vagy egyikkel sem és csak leütjük. Igazából az nem is rossz. Összes, érted, ha semmi másom nincs, legalább removal-om van. Jöhetnek a nagy hülyeségei, meg fogunk tőlük szabadulni egyesével. Aztán ne farjon. Dr. Boom, megöljük. Ragnaros, megöljük. Ne farjon, megöljük.
Ebbe beletrédelünk. Nem adom oda neki a 2-1-est. Egyel meg mindet. És fantasztikus top deck Sarisan. Az ingyen execute, ingyen shield slam nyilván aranyos, Nefarian leértékelése. Oké. Kíváncsi vagyok, van erre valami megoldásra. Vegyük észre, hogy miután olyan agresszíven pofán vágott egy csomószor, mindössze 4 az életerünk közti különbség. Meglepetésemre ugyanúgy állunk lapilag. Shield block, shield slam. Fiery Vinex pofán vágja, execute. Jó van. Acolyte of Pain, amiből csak egy lapot fog húzni, mert én ezt csinálom. Hát erről nem vagyok meggyőződve, hogy jó ötlet volt. Ez a charge még érdekes lehet, ha mondjuk Dr. Boomra rárakjuk. A Revenge egy aktivátor lehet. Amíg egy aktivátor lehet... Hogy hívják bácsinak? Tudjátok, az a nagy ronda, aki 10 vagy 12-t sebez fel Rachel Gromásnak. Le akarom ezt shield slam-elni kezemben a 2 execute-tal meg a revenge-el. Ha úgy itt teszek, akkor ezt sokkal nehezebb megölnie. És szerintem az megéri most. Még megvan a Big Game Hunter-en, megvan a 2 execute-on. Ezt nem rakom ki, nehogy 50-50 prolozhassam. Armor Smith Charge? Baroms. A probléma most értelmeszerűen az, hogyha én hopp leütöm a Sludge Belcher-t Sylvanas-szal, majd ledobom a Berengedet, hogy megölje a slime-ot, akkor meghal Sylvanas is. És ez úgy nem jó. Úgyhogy csináljunk egy ilyen vicceset. Ez jó ötlet volt-e. Komoly lapelőnyben vagyunk most, már 2-vel kevesebbet húztunk, mint ő, és 2-vel több lapunk van játékban. Hát cserébe van egy fél Fiery Vinex. Viszont ugye nem tudunk semmilyen ellenállást kifejteni momentán, hát megölni a nagy rondaságait. Úgyhogy csak remélni tudjuk, hogy ez elegendő. Baron Gather Revenge Execute. Acolyte of Pain Revenge Execute. Plusz pajzs, plusz lap, plusz életerő. Fegyver. Ami jó, mert ugye tudjuk, hogy nincsen nála Harrison, mert már elhasználta. Vagy ezt csak álmodtam, hogy elhasználta Harrison-t. Mindjárt kiderül. Nem katasztrófa amúgy. Most csak azt akarom, hogy a Whirlwind-del húzzunk itt egy lapot. Ragnaros meglepően keveset fog itt csinálni. Shieldból kiállom, mert ad nekem még egy lapot. Utolértem lapok használatában. Elsőként kell használnom a fegyveremet, ha nem akarom. Viszont akkor ki tudom játszani a Shield Maiden. Melyik a jobb nekem? A Crew Taskmaster vagy a Deathbite? Nem tud leherisonolni, ha nincs nálam, nem? Nem tudom, ez a vége. Elég hatékony. Na, hol a
helyzet meg is változott. Dr. Wynn, Baron Gellen meg ő eltakarítja. Szia! Ez a Praise for Impact csak nekem jutatja eszembe azt, hogy épp análisan készül valaki megerőszakolni szegényt, és meglepően nyugodtan fogadja. Nagyon remélem, hogy a bumbotok nem ölik meg Baron Gellent, különben szomorú leszek. Ezt inkább nem kommentálnám, ami most történt. Ez nem esett jó a picinke lelkemnek. Nagy ütemben bassza el a Gromes Engage mechanizmusai. Csak úgy megjegyzem. Kiváló. Ez a Big Game Hunter. A kérdés már csak az, hogy én most akarok-e szórakozni bármivel. Szerintem leszarom ezt az öcsöblést most. Meg tudnám ezt ütni Crew Taskmaster, az ő Crew Taskmaster-ére semmi más. De mondjuk egy Gromes Enrage-re jó lenne ez is, meg ez is. Ez a sebzés 40 életerőnél nem túl fontos. Rakjon ki minél több csúnyaságot. Nem gond, hogy nem csinál sokat, és valószínűleg meghal. Mert ez azt jelenti, hogy Deathwing többet fog csinálni, és valószínűleg nem hal meg. I've got the Lehet érdemes lett volna pofán vágni, hogy ez ne történjen meg így? Nem tudom. Elő fogok elkezdeni fatigálni. Lehet mégis, és ha mégis leütöm ezeket, korábban kellett volna leütnem, nem de. Ja, hamarabb fogok fatigálni, jelen állás szerint legalábbis, mint ő. A Gromesét még nem láttuk. Van nálam Brawl és Deathwing és Big Game Hunter. Csak addig meg ülök és várok, míg ezt kirakhatom. Lehet egy nagy e-sportra van most szükség. Akarok-e most Brawl-t használni? Ez itt az igazi kérdés. Mi történik, ha Brawl-t használok és vesztek? Sírás. Nagyon nagy mennyiségű sírás. De Brawl 5 mana, Destroyer olyan 2-2-es. Shield Maiden Armor Up. Leüti a Shield Maiden-t a Deathbite-tal. Az ő Shield Maiden-je ott marad. Még mindig jobb megoldásnak érzem jelen állás szerint, aztán ez még módosulhat. Tudok brawlozni később is. Eddig terv szerint mennek a dolgok kérdője. Nem kíván semmi extra cuccot lerakni, ami érthető valahol. Sludge Belcher. Yeah. Shieldblock? Én nem biztos, hogy húztam volna egy lapot, amikor három van már csak hátra. Ez a Shieldblock ugye egy körrel gyorsítja a fatigue-ét. Tehát, hogyha három fatigue-körnél tovább tart ez a meccs, akkor az alap már nem érte meg. Szia, Gromás Hellscream. Szerintem, ha én téged nem enrage-ellek, akkor te itt jól el leszel most egy darabig. Lehet, erre nem volt szükség, és ráértem volna. De most nem tudja megölni. Ha elnyom rá egy csomó mindent, az sem baj, és Shield Slam. Elviszont Jones.
Lehet Károlyt kidobnom, nem tudom így most eldönteni. Hát ez biztos. Acolyte of Pain, na ezzel se fogunk játszadozni. Maximum extra brawl alapanyagnak, de még annak sem látom létjogosultságát. Na, van egy gromás aktivátorra. Lehet az lesz, hogy én ledobom a brót, hogy azt higgye, hogy szabad a vásár. Dr. Wynn. Első lépés. Dr. Wynn-t megsemmisíti. Én kétségbe esettem, brawlozok az Acolyte of Pain-nel, álkétségbe esettem. Ő kidobja gromást. Én meg Deathwing. Vagy nem tudja megölni Dr. Wynn-t, és... Whirlwind, nagyon érdekes. Oké, okay, jön az álkétségbe esett brawl, ha beveszi, nyertünk. Kistúzással. Ugye van nálam Big Game Hunter. Jó, szerintem játsszuk el a tökéletes kamut. Mit szóltok hozzá? Tehát ez 8 sebzés per kör, a 25 életerő, ez annyira nem sok. Úgyhogy most lejátszom a teljes kétségbeesést. Az egyik lapja gromás, a másik fogalmam nincs, hogy micsoda. Dr. Boomot láttuk, Alexstrasza-t láttuk, láttunk Ragnaros, tehát Nefarian valószínűleg nincs, de klasszikusabb, lehet egy második Whirlwind, nem tudom. Valószínűleg valami gromás aktivátor. Remélem erre az lesz a válasz, hogy kidobja, ami nála van. Ez egy jó kis bluff. A részemről. Ha a másik napja egy shield van, az kellemetlen. Hát ez a bluff nem jött be. Bár vegyük észre, hogy el kell dobnom alapjaimat, igazából elhasználni őket ilyen faramúci módon mindig jobb. Acolyte. Oh! Esports! Megjegyzem, ha nincs ez az Esports, nyer. Na, örülök, hogy Deathwing csinált valamit. A Brawl-ra emlékeznem kellett volna, hogy nem láttam. De segítsetek ki! Nem BGH a másik napja? Úgy látszik, hogy nem. BGH-el ölte meg, nem, Alexstrasza-t izével ölte meg, Shield Slam-mel. Dr. Boom-ot ölte meg Big Game Hunter-rel. És utána raktam ki a Baron Garant, hogy megölje a Big Game Hunter-t meg a Boom-botokat, csak belehalt. Mikor rakta ki Gromást? Szervusz, lemaradtál néhány győzelemről és néhány vereségről? Nem is tudom, hogy állunk. Mindjárt megmondom nektek, hogy hogy állunk, amióta streamelek. Van win streakünk, úgyhogy... Ó, eddig ma csak nyertünk, 6-ból 6-ot. Tempo Mage-et megvertük, Handlock-ot megvertük, Patreon Warrior-t megvertük, Magilok-ot megvertük, régi módi sámát megvertük, Control Warrior-t megvertük. A hetedik te magad légy. És hát egyik legrosszabb potenciális ellenfélként megérkezett a druida. Hurrá! Megkockáztatom, hogy a brawl megtartása konkrétan fontos a druida ellen, mert máshogy nem tudjuk megölni a seideket. Acolyte-ot megtartsuk? Mit szeretnék? A Fiery Binex meglepően nem jó, itt ugye, mert mit tudok levele. Acolyte of Pain nem rossz, igazából valami aktivátor kellene, az egy Dead Spite lenne jó. A harmadik köb, ezt nem fogom lebaszni a Refail miatt. Dobjuk el. Dead Spite. Szia, Dead Spite. Hogy érzed magad a szép napon? Szóval ez eddig remekül megy, 6 győzelemről maradtál le. Nem is rakott ki Gromást? Nem játszott Control Warrior Gromás nélkül? Helyette Ragnaros? Érdekes. Ó, nincsen nála Wild Glove. Ó, és nem üt belém, mert a drága azt hiszi, hogy én egy Patron Warrior vagyok, de aranyos. Ki akarom dobni az Armorsmith-et? Nem. Ez is ami, valami, amire rájöttem, hogy a második kör Armorsmith üres portal kontrollálnál rosszabb, mint a második kör armora. Nem sietünk sehová, őt nem tudod mivel kombózni. Most már nyilván belém. Ledobjam el az Acolyte-ot most.
Valószínűleg Breath áldozata lesz. Nem sietünk. Még azt a következő arany. Ilyen 300 körül van a druidom, a warrior-em is. Ők vannak a legközelebb. Pilot it shredder. Sterus. Ez egy kiváló farosszám lesz. A következő körben. Pam 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 pam. Az e-sports szint az egekben. Lehet nem fogom kidobni Farisant akkor, hogyha most... ez egy elég nagy fenyegetés, és ha kirak mellé mást, akkor igen. Ezzel együtt ugye Farisant túlélési lehetőségei nem túl magasak. Bár ha nem ezt csinálom, ugye akkor mit? Kirakom Farisant, valószínűleg azt fogja csinálni, hogy Milhouse és Shapeshift. Plusz még valami. Deathbite-tal kinyírom ezt a baromságot Berengaren. Szerintem ez most jobb. Milyen kár, hogy a Milhouse buff ilyenkor nem aktiválódik, tehát katasztrófa lenne. A Patreon lenne, miért nem kéne a druidnak ütni Battle Rage miatt? Az a minimális pozitívum, amit az jelenti, hogy az ellenfelednek 29 életereje van, 30 ellet, főleg úgy, hogy képes gyógyítani magát, armorral, az eltörpül amellett, hogy a Battle Rage-el tud húzni még egy lapot, mert ő maga is meg van sebezve, mert ugye az a sebzett karakterekre vonatkozik, nem a sebzett minionokra. És ebből azt hiszem Coin Baron Garen lesz. Megjegyzem, ugye fogy az életerőnk, és az nem annyira fér vele egy druid ellen. Lesz Tavern Brawl, mondom még egyszer, nem tudok addig streamálni ma sajnos. Big Game Hunter! Big Game Hunter! Big Game... Shield Slam! Shield Slam! Gyerünk Berengaren, próbálj meg most nem belehalni a boombotokba. Berengaren nem hallgat rám, de legalább tudom ki a hibás. Sarisan! Vagy aggódom, hogy meghalok. Ha aggódom, hogy meghalok, tudok bármit csinálni ellene? Ez 7, 14, 21, 23, 25-öt tud sebezni a kombóval. Tudom ezt érdemben ellensúlyozni most? Sludge Belcher... Ha kirakom a Sludge Belcher-t, Savage or Force of Nature, Sludge Belcher-t megöli a Sludge Belcher, a fejével megöli a slime-ot, 16. Akkor túlélem, de milyen élet az, ugye? Vagy megdöglök. Tehát ez a combo druid, ez nem a tank druid, szerintem ér ennyire tiszteletben tartani ezt a fenyegetést. Akármire buli is lenne Alex Farisan. Azt, hogy miket játszott ezt, hol nézted meg? A Trekobot nevű programot használ. Megpróbálok majd csinálni videót a Tavern Brawl-ról, csak mondom, mostanában nem szeret a videószerkesztő programom, valószínűleg az lesz, hogy csak exploit-tel fogok felvenni, mint régen. És még azzal is bajban vagyok, hogy távol létem rá a minisorozattal, ami lesz, mert felvettem a felét, és rájöttem, hogy nem tudom ugye, megmutatni nektek, nem tudom renderelni. Lehet, hogy kétem leszek újra felvenni, amire nem biztos, hogy lesz időm. De most mit csináljunk? Shield Slam az 5-5-ösre. Blackwing Corruptor a 4-1-esre. Acolyte of Pain. Nem, az Acolyte of Pain része hülyeség. Vegyük észre, hogy ahogy telik az ide, úgy lesz szar, hogy szállni igazából egyre haszontalanabb, és csak egy Silvan, egy Silence-et Silvan az. Ebben a partiban legalábbis.
Na, 25 életerünk most már, ami egy előrelépés. És van Deathwingünk, ha valami szörnyűség történne, például ő kirakna egy Deathwinget, ami nagyon vicces lenne, de nem fog megtörténni. Swipe. És Control Warrior, ez nagyjából a legjobb, amit ki tudsz belőle hozni. Ez egy komoly problémát jelent, mivel őt nem tudom eltávolítani rendesen. Most mondhatnám azt, hogy Deathwing, de abban ne gondolkodjunk, úgyhogy ebből az lesz, hogy Acolyte of Pain és Brawl. Acolyte of Pain csak azért, hogy 50 helyett 33% legyen az eSports esélye. Ez egy elfogadható végkifejlet, de 6 lapja le van értékelve. Az már kevésbé elfogadható. Ez most például egy olyan helyzet, ahol Nefarian nem lenne rossz. Tehát az a... That would be the most impactful. Hogy mondjam magyarul, hogy impactful? Ugye annak lenne a legnagyobb hatása most az ilyen nagy legendary-eink közül. Alexstrasza nem csinál szinte semmit, Deathwing kijátszhatatlan, Farisen nem csinál semmit. Dr. Boom, oké. Azure Drake, miért létezel? Sylvanas, miért létezel? Most Nefaria mégse lenne olyan jó, mint láthatjuk, mivel Sylvanas. Simán lehet, hogy ellopja Dr. Boomot, akkor nagyon remélem, hogy találunk egy execute, vagy meghalunk, az is egy opció természetesen. Találunk egy execute-ot, találunk egy a másik shield slam-et, de ja, meghaltak, jól van, nem mondom sem. Hát druid ellen nehéz, pedig még shade-je is voltak. Szip-szip. Win streak véget ér, közvetlen mielőtt beérnénk az ötös szintre, tehát most lehetett volna utoljára extra csillagom. Szip, szip, szip. Annyira azért nem bánt a dolog, hogy ne folytassam azonnal a mérkőzéseket. Remélem Sea Giantig eljutok még mielőtt be kell fejeznem a streamet, ami hát max 20 perc, fél óra. Shield Slam-et érdemes lehet megtartani. The Armor of Shield Slam sebez 2-t, egy knife csak bőre nem is olyan rossz. Főleg, hogy minden más szar. És potenciálisan lehet, hogy kapunk megint 3 nagy forst. Vagy valami ilyesmi. Az Armor Smith nem rossz, tehát nagyon szerettünk volna a Fiery Venax. De korai Shield Slam annyira nem rossz. Semmi az első körben a Hunternél, wow! Ez milyen alternatív univerzumba kerültem. Hunt is Creeper, wow! Szexi! Paradox módon pont Hunter ellen nem indokolt az, hogy armor upolja minion kirakásra elé. De minion léte rendkívül fontos, ez pedig undorító, hogy nála van. Ez pedig pláne undorító. Fúj! És most a hatodik körig nem tudok csinálni semmit. Vagy ez, ami megint nem ideális, semmilyen formában. Egy kicsit szükséges. Mikor casualoztam utoljára, ezt nem tudom. Nagyon-nagyon-nagyon régen. Elvileg, látta, hogy elvileg három kiszivárgott az ő kiegészítőből, azok kamulapok. Akarom-e kinyírni azt a Net Scientist-et. Miért ne? Glazuka van nála, nem fogja egy Eagle Homebrew-ra lecserélni. Ha ez egy Explosive vagy Freezing Trap, akkor az Armor Smith mindkettőt jól aktiválja jelenállás szerint. Jó ez. Előbb-utóbb Alexstrasát meg kell találnunk. Üdvít, Gergely. Knife Chuckler, légy szíves. Jó, ezt a Knife Chuckler szerintem egy Shield Slam boldog örökösévé teszem.
majd aktiváljuk a csapdát. Majd sírunk, hogy ennyi volt a körünk összvisz. Annyira nem szexi ez az explosive szerencsére. Következő körben Thorisan. Kíváncsi vagyok ez ilyen hibrid vagy milyen idióta Hunter. Másképp mondom, arra vagyok kíváncsi, hogy most lebaszik-e az asztalra egy Sarvanna Highmane-t. A válasz ebbre az, hogy remélhetőleg nem, bár akkor ha kirakom Thorisan, meg kell, hogy olyan Thorisan nagy valószínűség, és utána berangjelen. Igaz van, jó. Cuki. A redundancia erejével ennyi az erő. Eddig nem azt mondtad, hogy Deathlink használhatatlan lap? Alapvetően, de is fenn is tartom. Tehát 25 meccset játszottam ezzel a paklival, és háromszor raktam ki. Iszerre jobb lenne. De attól még, mert használhatatlan, az nem jelenti azt, hogy ne szeretném nagyon. Mekkora a sansz annak, hogy megdöglök, ha kirakom Dr. Boomot? A rákövetkezendő körben garantáltan tudok sebezni 12-t a leértékelés miatt Krutas Master Grommas Hellscream. Tehát ha kirakom Dr. Boomot, 12 meg 12 meg a Boombotok meg tudjuk ölni nagy valószínűséggel. Ha kirakom Dr. Boomot, az 4 kutyát jelentene, 3 meg 4 meg 2 meg 5 ugye a skill command-el, meg potenciálisan még 2 egy abusive sergeant, tehát az valószínűtlen. 7, 9, 14, 16-ot tud sebezni. Az sok. Csak Unleash-sel tud sebezni 9-et. Unleash plusz bármi. De ha én most csak armor-apolok, akkor nem fogok nyerni. Úgyhogy bármi tökéletlen is ez. És potenciális kockázat forrás. Azt hiszem, hogy így ugye nyerni próbálunk nem túlélni harcolomban mindig, úgyhogy még ebbe bele is halunk, valószínűleg ezzel adtuk magunknak a legjobb esélyeket arra, hogy megnyerjük a meccset. Tehát két lapos kombó kell neki, hogy megöljön minket innen. Hetet kell sebezni. Az az Eagle Horbo, az nem csinál semmit. Valaki nagyon erőszakos. 12-14 nyertünk. Let's go. Hét van a 12-8 Charge Battlecry Summoner 2-2. Nagyon balanced. De már csak egy hemet kéne kappa. Nem. Fúj. Ja, ígértem nektek egy screenshotot, és nem találom. Na itt van. Remélem nekem enged linket küldeni. Igen, kiváló. Még akarjuk-e tartani Paladin ellen az Armor Sniffet? Azt gondolom, hogy igen, mert a Shielded Mini Botra nem jó a Fire Raven X. Egész jó kéz. És a Master for Battle Plan rendben van. Megjegyzem, Paladin nekünk egy kellemetlen ellenfél. Ez a Paladin más kérdés. Ez a trutymó vagy Paladin. Tehát ez a... Face Hunter-özni szeretnék, de közben nemes harcszónozónak akarok tűnni egyszerre. Face Hunter. Egyébként szeretnék neki gratulálni ahhoz, hogy coin lepörnom mozott, és arany lepörnomjai vannak, milyen fancy már, miközben nem volt második körre semmilyen. Ez kicsit túl belül volt, amit most csináltam, és az Armorsnifet kellett volna lerakni. Arany, Masterful, Petal, de szarok! Ah,
Hát a Deathbite nem lesz rossz. Bármire odaütnek, hogy jó legyen, addigra ezeket úgyis meg kell ölni, mert nem akarjuk, hogy a quartermaster-ozzon. Nem biztos, hogy az Ebaladinban Hobgoblin van meg Whisk, most már van sima Aggro Paladin is. És ez szerintem a sima Aggro Paladin. Ó! A tisztelet, hölgyeim és uraim! Az Armorsmith-em iránt érzett végtelen és kimeríthetetlen tisztelet. Ha most Quartermaster, akkor ilyen Lorambó szomor. De kirak egy Tharizant. És az egy elfogadható megoldás, talán. Esetleg. Ha nem azt rakja ki, akkor az a két egy-egyes megtöklik. És mivel ennyit gondolkodik, szerintem nincsen nála Quartermaster. Kérdés van egyáltalán a papírjában. Hoghammer. Argent Squire. Rendkívül izgalmas és nagyon fancy. Elhasználjuk a Deathbite-ot, az biztos. És Tharizant vagy Sylvanas? Tharizant. Lassan nem ártanának a Shield Maiden-ök, a Shield Block, az Alexstrasza. Ezek érdekében laphúzólapok. Van miért aggódnunk, félreértés, ne essék. Blessing of King's Face. Argent Protector, ó, oh, jaj! Ó! Oh. És ő fészel. Már megint. Érdekes. Menjen. Cruel Taskmaster, Shield Slam, belemegöljük azt. Kényszerpályán mozgunk és élvezzük. 7-11-21 sebzésünk van, ami pont nem elég semmire. Sajnos már mindkét Cruel Taskmastert elhasználtuk, tehát Gromash nem tudjuk enrage-elni. A következő körben szinte lehetetlen, hogy nyerjünk. Ha csak nem rakjuk itt egy Hungry Dragon-t, és abból kapunk egy Leopard Gnome-ot. De arra aztán nem fog sor kerülni. Shaded Minibot! Alig három lap van a kezében. A Divine Favor kellemetlen lenne nyilván. Az a fejem, te barbár! Így van, ez Sylvanas nagyon aranyos, milyen jól lenne nálunk valami nagy és ütős. Ezzel csak az a baj, amit most csinálok, hogy kettő életereje maradt Tharizantnek, és mint ilyen. Lehet, hogy Consecration lesz a sorsa. Tud-e kézből tized sebezni simán? Fog-e kézből tized sebezni? Nem tudjuk. A 7 manás Deathwing, az egy érdekes lap lenne. A 3 manás Sylvanas meg pláne az. Szia Jelo, jól néz ki a Deathwing a kezedben, kirakod? Hát lehet, hogy csalódást kell okoznom neked. Ott van 4, van-e még 6? Van-e még 3? Blessing of Might. Emberke! Sajnálom, ha csalódást okoztam azzal, hogy nem rögtem ki Deathwinget. Pont nincs win streakünk, de bejutottunk rank 5-be. Nulla csillagom leszek, ha esetleg veszítek. Játszunk még egy utolsót, mielőtt befejezem ezt a streamet. Nagyon szívesen maradnék még, főleg, hogy ilyen jól alakulunk. Meg hogy jó sokan is nézitek, amit csinálok. Csak mondom, sajátos módon ilyen megbeszélésekkel kell töltenem a napomat ismét. Ez ugyanaz az ember. Úgyhogy tudjuk, mire számítsunk. Pofára menő cuccokra!
A kérdés az, hogy a Dead Spite-ot meg akarom tartani. Mit akarok, hanem a Dead Spite-ot? Hybrid-in Exit. Execute-ot. Ez se rossz, sőt. Ezek pont azok a lapok, amiket hiányoltam a múltkor. Ez se rossz. Tehát, ha nem döglünk meg az első négy kör során, már megint Lepernum Coin, Lepernum Coin, Argent Squire. Akkor egész jó support erőforrásaink vannak. Melyiket öljük meg? Nyilván, hogyha turbózza valahogy, akkor mindegy, melyik. Nem teljesen mindegy. Ez így is úgy is meghal, mert a Cruel Taskmasterrel bontjuk fel a Divine Shieldet, úgyhogy jöjjük meg a negyed. Nincs negyedik köröm, és ez most elszomorít. Negyedik körömben van a gyűrűs ujjamon, de az, azzal nem fogsz Hearthstone meccseket nyerni. Harrison Jones, gyere. Várunk rád, kedves öreg. Taylor Jones. Dead Spite? Argonstein. Húzni. Három vagy legalábbis kettő lapot, egész jó lesz. Ez ugyanaz az ember, mondta. Piloted Shredder ebben a pakliban. Nagyon izgalmas. És Armor Sniff lesz a rász zajlik éppen. Ha volt Mad lesz a Rómária, ha nem támadsz azzal az egyedikkel, de igen, ügyes vagy. Ha volt Mad lesz a Rómária az XCOM streameken, akkor ő az Armor Sniff lesz a Ró Andor. Húzzunk két lapot. Shield Maiden az ugye korrekt lesz. Plusz ez a Shield Slam is az. Azért őt ölöm meg, mert ugye potenciálisan egy Quartermaster miatt jobb, ha a Silverhand Recruit hal meg. Egész sok az aranylapja, biztos közel van már ahhoz, hogy aranyérmét kapjon, és minden lapja arany legyen a papírjában. Majd figyeljük, mi nem arany. Kíváncsi váltett. A Knife Juggler is aranyszínű. Még egy Master? Érzés lehet neki, hogy trédelni kell. Jó sok fosa van idekint, félreértés ne essék. Kezében van kettő lap, egy Divine Favorrel hatalmas bajba kerülhetnénk. Thorisen! Thorisen nem rossz. A következő körben tudok Shield Maiden Armor Up Shield Slam-et miatta. És valószínűleg trédelni fog. Nincs szükségem annyira instant erre az életelő erőre. Itt Thorisen hatása többet ér. Így is úgyis egy 5-5-öset fogok ledobni ebben a körben. Akkor inkább lesz, mint a Shield Maiden. True Silver Kajdocka. Au! Epedve várom a brót. Kész, szerencsére nem volt kooperatív. Fejemen meg sok a poop. Nézzük ki lakik a házban. De előbb tőle szabad őjön meg. Hét, ez 10 sebzés, nekem van 20 életerőm. A következő körben tudok szerezni még 7-et, ha nagyon szeretnék. De lehet, hogy Dr. Boom Armor Up, aztán Sludge Belcher Shield Maiden, aztán Nefarian. Attól függ, nyilván csinál. Nem bonyolult ez a játék? Mihez képest? Következő stream mikor lesz? Divine Favor. Rohadt életbe. Ez alatt, ami nem a szüksége volt. Nekem meg egy Brawl-ra hangsúly az, ha behúzzuk a Brawl-t, akkor nagy valószínűséggel jók vagyunk még így is. Nem támad a fegyverével, miért? Dr. Boom Armor Up. Leütöm a 3-2-est, van 3, 4, 6, 8, 12 sebzése, nekem lesz 16 életerőm. Tehát egy Blessing of Kings megöl, ami nem egy jó jel. Shield Maiden Acolyte. Biztonságosabbnak tűnik. Shield Maiden Armor Up. 4, 5, 8, 12. Hetet kell sebeznie.
Simán tud annyit ír. Nikolaj segíthet nekem megtalálni a Lextrazert, amire szükség lehet, ha most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon közel visz a halálhoz. Lehet ezzel most veszíteni fogok. Ha kidobtam volna a Nefarian Hive az, amelyre a körre vonatkozik, bocsáss meg, most már értelek. Bagoly! Jó, nem tud megölni még, és ez fontos. Trade-el! Na, azt szerintem mutasáj. Kalóz. Te miért trade-elsz? Ja, nem trade-elsz, jól van, már csodálkozta. Továbbra is áll, hogy egy brawl mind felett. Most már pofán vág a fegyverő, most már értem, miért nem vágott pofán, charge-olni akart a Celtic Deckhandlerre, rálőjöttem volna. Szóval... Grommash Hellscream. Grommash Ice Cream. Appelláljunk arra, hogy egy Doomsayer van a Shredderben? Amivel szembenézünk most, ilyen tehát úgy tudjuk ezt, és tényleg szembenézünk most, az 14-16 sebzés, ami impozáns. 8-12-14, bocsánat. 14 meg a Leopardon Befratoly. Annyi életerőt nem tudok szerezni, a Sludge Belcher effektív 7. Úgyhogy azzal azért a death. Úgyhogy szerintem kénytelen leszek egy nagyon lanyha Sludge Belcher armorappal operálni. Ezzel kezdjük, mert hogyha ez egy tauntos lap, akkor bajban. Pontosan ezért kezdtünk ezzel. Ha azért, tehát az a Divine Favor az, ami most szívott minket erősen. Egyébként jók lenni. 8-10 sebzés, a 9 életerően Silence-el nyer. Lepernom dupla funkciós. 2-4-5-7. Azt hiszem ezzel nyert. Na, igen. Úgyhogy két meccs után 1-1-re jutottunk. Egymással. Szip-szip. De ne szomorkodjunk, mert... ismét szeretném jelezni, mi elképesztően jó szériát futottunk most. Nyertünk 1, 2, 3, 4, 5, 7 meccset, és vesztettünk 2-t. Aláírnék bármikor egy ilyen győzelmi rátát a játékban. Szóval ez lett volna a mai rövid Hearthstone stream. Nem biztos, hogy pénteki elutazásom előtt még tudok jelentkezni bármilyen formában, meg fogom próbálni, de hát talán sejtetitek, hogy elfoglaltságokkal jár mindez. És még az sem biztos, hogy távol létemben lesznek-e videók. Szerettem volna, szeretnék egy mini sorozatot arra a 10 napra. Csak amiket felvettem, nem tudom renderelni, jelen állás szerint. Úgyhogy vagy felveszem őket újra, vagy rájövök, miért nem tudom renderelni őket, vagy nem tudom, mi lesz. Izgalmas kérdések, remélem találok rájuk válaszokat, és ugye valaki kérdezte, hogy hogy állok a következő aranykasztokkal, Warrior 281, Druid 313, Rogue sehol nincs, Priest ugyanúgy ilyen 100 körül van, azt hiszem, és Shaman is ilyen 250-300 között. Többi arany. Meg a Paladin. Szóval ez lett volna a mai Hearthstone stream, remélem jól szórakoztatok, és innen folytatjuk legközelebb.